Nem szeretek fogorvoshoz járni, de ha muszáj, akkor csak is Perfect Smile. Felett év dekoratív sofőrünk, Puskás Kata Szidónia, a Duna Auto marketing és PR vezetője körbevesz bennünket a Peugeot 3008-as, amely Szidónia szolgálati autója. Tehát egyszerű lesz a dolgom, mert én kérdezek, te pedig válaszolsz. Mióta van nálad? Egy hónapja van nálam. Szeretem, hogy van benne egy kis erő, tehát ha gyorsolnunk kell, akkor tud. Szeretem a kényelmét. Egy nagyon kényelmes autó, és jó vezetni. 9,5 másodperc alatt van 100-on, 188, ha jól tudom, a végsebessége. Többféle motor lehet az órában, van dízel, benzinás és hibrid. Ehhez az 1200 köbcentis soros 3 hengeres turbós benzinás 130 lóval. Fogyasztása 7 liter? Annyit írnak. Hát mivel én sportosan vezetek, nálam egy kicsit több. 8-2 az átlag. 17. De majd meg fogok próbálni törekedni arra, hogy csökkentsem a fogyasztást. Gyalognész. Futóműve? Abszolút kényelmes, meg hát egy biztonságos nagy autó. Korábban én főleg kis autókat vezettem. Jó érzés most egy ilyen nagyobb autóba ülni. Érdekes, hogy a francia autók azok nagyon hullámzóak, nagyon puhák, ehhez képest azért az újak már nem, tehát van némi feszesség. Olyan pont jó a mérete, nagyobb, mint a 2008-as, és kisebb, mint az 5008-as. Ezek a zongora billentyűszerű kezelőfelület nekem nagyon tetszik, én nem szeretem, amikor minden a képernyőn kell nyomkodni. Csomagtartója? Én még nem tudtam telepakolni, pedig azért jó nagy cuccokat szoktam néha a rendezvényekre vinni, úgyhogy elférek benne kényelmesen. Mennyibe kerül? Az induló ára 13 millió forint. Konkurenciái például a Hyundai Tucson, amely 10,5 millió, tehát olcsóbb. A Skoda Karoq, amely szintén olyan 10,5 milliótól indul, és drágább nála az Aston Martin DBX, ami 120 millió. A legolcsóbb autók jelenleg MG ZS 6,7 millió, és a SsangYong Tivoli, az pedig 7,5. Ha abba belegondolunk, hogy ennek az autónak az árából kapunk 2 darab MG ZS-t, akkor mi van? Én azt tudom mondani, hogy ki kell próbálni mind a két autót, és el kell dönteni. A motorjának az erőssége és a kényelme az tényleg nagyon felhasználó barát. Azért azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az ES egy kicsit kisebb, és akinek számít az, hogy tényleg minden beférjen, akkor azért indokolt lehet az, hogy egy drágább autót választunk, hogyha méretben és motorikusan többre van szükségünk. Aston Martin DBX. ezer köbcenti V8, AMG motor 120 millió forint. Nem is tudom, hogy mi gondolkozunk, miért nem azt vesszük meg. Azért, mert 120 millió forint. Nemrég beállítottam kis golfot ébresztőnek, azóta 10 perccel előbb kelek, hogy ne halljam. Bocs, csak vicc volt. Hát megértem, hogy szeretsz korán kelni azóta. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!